Köszönjük szépen, hogyha technikailag beálltak, akkor elkezdjük a sajtótájékoztatót. Onnan is tudjuk, hogy új korban élünk ennek a nemzedéknek a korában, hogy a legnagyobb technikai problémánk jelenleg az, hogy nem működik a Facebook. Tehát a Facebook élőadást azt most hanyagolnunk kell. Nem is tudom, hogy hogyan tudjuk folytatni a kampányunkat Facebook nélkül, de reméljük, hogy helyreáll, és ez még nem a kormány támadása a Facebook szabadsága ellen. Köszöntöm Önöket így vasárnap délután a Moszkva térről, akarom mondani, Szél Kálmán térről. A következő hetekben az európai parlamenti választásokig az MSZP budapesti szervezete és a Párbeszéd budapesti szervezete itt a Szél Kálmán téren többször is fog szervezni olyan fórumokat, beszélgetéseket egy-egy témában, amelyre természetesen Önöket is várjuk, és ahogy ezt látták, interaktív a program, tehát általában beszoktak kapcsolódni ilyen programokra azok az érdeklődők is, épp itt közlekednek. A mai nap számunkra a legfontosabb programról fog szólni, arról, hogy mit kívánunk, mit követelünk a magyar fiatalok számára az európai intézményektől. 5 pont, pont érted. Ez az a kiáltvány, ez az az 5 pont, amit mi most együtt Barabás Ihárdal, a Párbeszéd egyik vezető politikusával és Káló Dániellel, az MSZP Párbeszéd közös listájának legfiatalabb képviselőjelöltjével, akinek jó esélye van arra, hogy az Európai Parlament legfiatalabb képviselője legyen, közösen fogunk Önökkel ismertetni, és aztán utána pedig a hozzánk érkezett fiatalokkal, láttam Tatabányait és Budapestet és Szegedit, és mi behúzódunk az eső elől a sátorba, egy kicsit beszélni. Ahogy jeleztem legelején, nem véletlen, hogy ennek a fórumsátor sorozatnak az első témája a magyar fiatalok helyzete. Hiszen meggyőződésünk, hogy ez az a korosztály, a nekem gyermekeim, neked kortársaid korosztálya, akik számára a leginkább húsba vágó kérdés, hogy maradunk-e az Európai Unióban, vagy pedig onnan kisodródunk és Orbánisztánban fogják leélni az életüket azok, akik nem döntöttek kellően gyorsan, és május 26-án nem szavaztak azokra a politikai pártokra, így a Párbeszéd MSZP közös szövetségére, amely az Európai Unióban akarja tartani Magyarországot. Az Európai Unióban jelenleg is az egyik legelhanyagoltabb korosztály a fiatalok generációja. Ennek egyik fő oka, hogy az európai intézményrendszer az elmúlt évtizedekben egy számos olyan dologról megfeledkezett, ami a legfiatalabbaknak fontos. Oktatás, egészségügy, ifjúság, munkanélküliség kezelése, szociális bérlakásépítési program és sok minden más elhanyagolt, nem csak Magyarországon, hanem általában az Európai Unióban is. Magyarországon viszont azt látjuk, hogy ennek a korosztálynak a tagjai 100 000 távoznak itthonról, most már több mint 600 000 élnek Nyugat-Európában, más Európai Uniós tagállamokban, pontosan azért, mert itthon nem találják meg a számításukat, a családalapítás, a minőségi oktatás, vagy éppen a pályakezdés lehetőségét. Ez az az 5 pont, amit mi a mai napon Ricsivel és Danival alá fogunk írni, és vállalásként megfogalmazunk, hogy mit teszünk a magyar fiatalokért a következő években az európai intézményekben. Elsőként Káló Dani alatt fogom elhozni. Nagyon köszönöm, és én is köszöntök mindenkit ezen a szép, borús vasárnap délutánon. Én Káló Dániel vagyok, ugye a MSZP Párbeszéd listának a 19 éves EP képviselőjelöltje. Most érkeztem egyébként a Független Diák Parlament tavaszi plenáris üléséről, ahol a megválasztott képviselőtársaimmal és az oktatási reform tervezeteken dolgozunk, ezeket szeretnénk benyújtani továbbra is a kormányzatnak, de nem ezért vagyok most itt, illetve tágabb értelemben igen, mivel ugyanúgy, mint ahogy számtalan civil szervezet az országban, én is azért érkeztem el a listára, ezt nagyon fontosnak tartom a fiatalok helyzetét, nem csak itt van, hanem egész Európában. És a Haza Szeretett Európa programot elolvasva, azért csak aztán ez a listára, azt mert úgy gondoltam, hogy ezek a pontok egyetértésben vagyunk abban, hogy az európai fiatalságnak a helyzetén azonnal javítani kell. És szerint, ahogy a Facebook problémával is kijött az előbb, mert hogy a Facebook Live, megbénult a kommunikáció, a világ az alkalmazkodásban kicsit elmaradt. Ez azon érhető tette, hogy a fiatalok, mi ugye bár, akik a
politikában nem való generációként vagyunk kezelve, megkapunk minden információt. Minden nap, amikor reggel megnyitjuk a telefonunkat, szembe jönnek a világ hírei, és róla a rengeteg vélemény és értekezés, és látjuk azt, hogy a jövőnkről milyen döntések születnek, hogy például a globális felmelegedés témája mennyire halogatva és erodázva van, és látjuk ezt, és tehetetlennek érezzük magunkat, úgy, hogy a mi jövőnkről van szó, mi vagyunk azok, akiknek ezeknek a döntéseknek a súlyát a legtovább kell átélni. A mi jövőnkről van szó, és az utódaink jövőjéről. Ezért is gondolom azt, hogy nagyon szükség van az ilyen pontokra, vagy erre, ezekre a pontokra, és rengeteg ilyen pontra, ami az európai fiatalság és a magyar fiatalság szeretné felzárkóztatni a 21. századhoz, és egy teljes generációt, ami idáig kimaradt a politikából, most bevonni. És nem csak a politikából, hanem a közéletből és a foglalkoztatottságból is. De szeretném elkezdeni ismertetni a pontokat a listán és azok hátterén. Az első ugyebár az áll, hogy a hazaváró programot végre kell hajtani. Senkinek nem mondok azzal újat, hogy jelenleg egy krízis van Magyarországon, egy emigráns krízis. A kormány gyakran beszél migráns krízisről, szerintem az elbetűt lehagyja az elejéről, mert a magyar állampolgárok több közvéleménykutatásban is kimutatható, hogy sokkal nagyobb problémának gondolják az elvándorlást. Ezért is ezek a pontrendszerek a fiatalok megbélyegzése és ilyen lekezelően kalandvágyból elkuricálónak bélyegzése helyett szeretnék egy olyan országot teremteni, amiben ezek a fiatalok nem kényszerülnek a kivándorlásra, illetve hogyha kimentek, nem hagyjuk őket magukat. Ők nem stigmatizáltak, nem hazaárulók, hanem ugyanúgy állampolgárok, mint mindenki más. Második pont a szociális alapú európai diák és hallgatói ösztöndíjprogram bevezetése. Jelenleg Európában nincsen olyan ösztöndíjprogram, amely szociális alapon támogatja az oktatáshoz való hozzáférést. Ez egy óriási probléma. Az oktatás ugyebár a legnagyobb és legegyetemesebb kiúrási lehetősége a fiataloknak, illetve mindenkinek. Az oktatás ugyebár pénz kell, az egyetemi élethez még ösztöndíjad is pénz kell, és azzal, hogy ilyen ösztöndíjprogramok hiányával gyakorlatilag kirekesztjük a leszakadó rétegeket, ezzel hosszú távon szélesítjük a társadalmi különbségeket, és bele kényszerítjük őket abba a helyzetbe, illetve rosszabbba, amiben vannak. Ez elfogadhatatlan, azonnal szükség van minél több szociális oktatási ösztöndíjra. Ha jól tudom, ennek a tervnek évi 1000 eurós keret, ez egy óriási segítség, remélem, hogy ez egy első mérföldkő lehet ilyen programok sorozatában, mivel az oktatást, az alapvető emberi jogot kiszélesíthetnénk. A harmadik program, amit ismertetnék, utána szerintem átadnám a szót, az igazából az oktatásról szól, az uniós források és támogatások fordítására, az itthoni oktatás fejlesztésére, mert sajnos nem tudom megint mennyire mondok újat, az itthoni oktatásra óriási problémák van. De egyébként, hogy ne legyek túlságosan támadó, nem csak az itthoni oktatással, az oktatási rendszerek alapvetően el vannak maradva. Ezek, amikor ki lettek dolgozva az alapvető modellek 100-200 éve, egy teljesen más világgal és más szemlélettel készítették az embereket. Hogy két példát mondjak, az érettséginél kettő dolgot nem lehet használni, az internetet és a csapatmunkát. Azt a kettő dolgot, amit az életben folyamatosan használunk, hogyha optimálisan és jól akarunk dolgozni. Nincs kapcsolat az érettségi és oktatás követelményei és a való élet között, ezzel pedig nem lehet egy fenntartható, jól fejlődő országot létrehozni. Emellett még ehhez hozzájön az, hogy a negyedik ipari forradalom kellős közepén a digitalizáció és a mesterséges intelligencia hajnalán nem engedhetjük meg magunknak, hogy a fiataljainkat egy elavult oktatásban képezzük, amivel nem készülnek fel eléggé az ő jövőjükre. Ha erős országot akarunk teremteni, egy felkészült országot, akkor kulcsfontosságú, hogy az oktatásra minél többet, minél hangsúlyosabban figyelmet és támogatásokat fordítsunk. És akkor átadnám a szót. Semmi tekintélyen, összesen kettő pontot hagyott nekem, Dani. De ez így van jól, mert arra szövetkezünk éppen, hogy a következő években együtt képviseljük ezt a programot. Ahogy tudják, tapasztalhatták, igencsak aktív európai parlamenti képviselő vagyok, tehát például az a
Free Interrail program, amely az Erasmus mellett egy most megvalósult és a következő években sok százezer európai fiatal terérő 18 éveseknek szánt program, ez már megvalósult. Tehát van gyakorlatom abban, hogy hogyan kell pénzért és közös európai döntésekért küzdeni az európai intézményekben. Én most azt vállalom, hogy a következő években megteremtjük azt a szociális bérlakás építési programra nyújtott Európai Uniós pályázati lehetőséget, amelyre akár az önkormányzatok maguk önállóan is pályázhatnak, ne kelljen például itthon az Orbán kormány jó szándékára hagyatkoznia egy fővárosi kerületnek vagy egy vidéki városnak. Legyen tehát olyan szociális bérlakás építési program, amely eladósodás mentesen életkezdési család alapítási lehetőséget nyújt a fiataloknak. Ugyanis az, amit ma a magyar kormány tesz, az a leggazdagabbaknak és a legbátrabbaknak megfelelő lakáshozjutási lehetőséget nyújt, de azok, akik picikét is előre gondolkodnak és félnek attól, hogy ne kerüljenek adósság csapnába, vagy pedig a családnak még az a lehetősége sincsen meg, egyébként a magyar fiatalok 80%-ának, hogy ilyen hiteleken keresztül megemelkedett lakás és ingatlan árak mellett lakáshoz jusson, azok számára akarunk egy európai szociális bérlakásépítési programot. És az utolsó pont, lehet, hogy összekevertem a felsorolásban a sorrendben, de ennek nincs jelentősége. Szeretnénk egy olyan átfogó gyermek és ifjúsági akciótervet, amely a fiataloknak európai forrásokból lehetőséget biztosít ahhoz, hogy munkához jussanak, hogy elindulhassanak az életbe, hogy egy gyermektől az egészen a pályakezdésig minden egyes európai fiatalnak az Európai Unió segítő kezet nyújtson. Ez az a bizonyos szociális Európa, amiben mi gondolkodunk. Mert nem lehet boldog és nem lehet egészséges az az Európai Unió, amelyben mondjuk egy magyar fiatalnak sokkal kisebb az esélye az életkezdéshez, a tanuláshoz, az elhelyezkedéshez, az átképzéshez, a nyelvtudás megszerzéséhez, vagy épp az első otthon megszerzéséhez, mint más boldogabb belga, francia vagy német társainak. Íme tehát 5 pont, amit közösen fogalmaztunk meg, ezt az európai 5 pontot a magyar fiatalok számára a következő időszakban elkezdjük hirdetni, természetesen, ha működésbe lép, akkor például a Facebookon vagy az Instagramon, és itt jelentem be, hogy elindítjuk azt az MSZP-től egyébként eddig szokatlan első választói kampányt a közösségi médiában, aminek a fő célja Kálló Dánielből, aki független, hiszen egyik pártnak sem tagja, de vállalta a listán való szereplését, legyen egy olyan magyar európai parlamenti képviselő, aki tudja a magyar korosztály hangját közvetíteni az európai közvetítésben. Nagyon szépen köszönöm, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, igyekszem gyorsan venni, mert elkezdett esni az eső. Amivel kiegészíteném az eddig elhangzottakat, az az, hogy nyilván a 21. század második évtizedének vége felé egyre tisztában rajzolódik ki az a kép, amiben a most felnövő Z és az őt követő alfa generáció, tehát a legfiatalabbak élni fognak. Ez a világ leginkább határtalan, ez a világ leginkább globális, ez a világ leginkább együttműködés alapú. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az Orbán kormány gyakorlatilag egy pszichés bántalmazást folytat, mind a magyar állampolgárok ellen általában, mind egyébként a fiatal generációk ellen, hiszen azt üzeni, hogy ne foglalkozz azzal, ami a világban kint van, csak befelé figyelj, csak rettegj attól, ami Magyarország határain túl van, hogy maradj itt, szolgáld a hatalmat és ne legyenek önálló gondolataid. Csak a helyzet az, lehet persze így élni, lehet persze azt gondolni, hogy Magyarország a világ közepe, és bár szívünkben valóban így van, de a helyzet az, hogy a földgolyó hatalmas, és a ma 10 éves, 20 éves fiataloknak és a még fiatalabbaknak a következő évtizedekben hatalmas állami támogatást kapó kínai fiatalokkal, a fantasztikus képzést kapó szingapúri és japán fiatalokkal, az amerikai fiatalokkal, a nyugat-európai fiatalokkal kell majd versenyezniük és vagy együttműködniük. Éppen ezért azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat, ami előttünk áll a következő évtizedekben, az kettős. Az egyik az, hogy egy nyitott gondolkodást alakítsunk ki, aminek egyik legfontosabb eleme az, hogy a fiatalok olyan nyelvi oktatást kapjanak, amellyel kapcsolódni tudnak a minket körülvevő világhoz. És nem úgy, ahogy ezt az Orbán kormány jelenleg mondja, az egy ilyen büntető, tiltó típusú gondolat, hiszen aki nem tud nyelvet az egyetemista kor eléréséig, az nem is mehet egyetemre.
ez egy marhaság, ezt mondjuk ki. Hát a feladat pont az, hogy megtanuljanak a fiataljaink beszélni nyelveket, ráadásul azt is megmerem kockáztatni, nem csak európai nyelveket, hanem egyre inkább keleti nyelveket is. Ez pedig átvezet minket abba a témába, amiről beszélnünk kell, amit Dániel egyébként nagyon okosan szerintem felhozott, hogy az oktatási rendszerünk elavult, és itt tovább mennék, nem is csak 100 évvel, hanem vagy 300-al, ugyanis a második, harmadik ipari forradalom követelményeinek megfelelő képzést biztosítja még ma is a fiataljainknak. Külön választja a valóságot, tantárgyakra és nem probléma megoldás fókuszú, nem a kíváncsiságot erősíti a fiataljainkban, nem a kooperációt erősíti a fiataljainkban, hanem a bemagolás, a biflázás és a visszaböfögés, ahogy ezt annak idején mondtuk a gimnáziumban, képességét. Éppen ezért haladéktalanul neki kell állni. Egy olyan magyar sajátosságot figyelembe vevő, de globális kihívásokra választ adó oktatási reformsorozatnak, amely nem egy cikluson belül megvalósítható. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a finn oktatási reformnak pusztán az előkészítése volt 3 év. Ez azt jelenti, hogy az az oktatási reform, ami egyáltalán át tudja mosni annyira az oktatási rendszert, hogy a fiataljainkat felkészítse egy globális világra, ahol egyébként, sőt még tovább megyek, nem csak kínai fiatalokkal, hanem algoritmusokkal kell majd versenyezniük. Egy ilyen világra való felkészítés lehet, hogy évtizedes hosszúságot fog igénybe venni. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan politikai kultúrát kell kialakítanunk, ahol az minden kétséget kizáróan közmegegyezés tárgyát képezi, hogy az oktatási reform a szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy éppen melyik kormányzatban hatalmú, hiszen mondjuk 20 év alatt sok minden történhet. Összefoglalva tehát, hogy zárszóként, azt látjuk, hogy az Orbán kormány elüldözi a fiatalokat innen, hiszen aki szellemi munkát végez, az egy laptopról tulajdonképpen a világ bármelyik jobb hangulatú országából tudja végezni a munkáját. Aki pedig mondjuk fizikai munkát, vagy a szolgáltatási szektorban dolgozik, az nagyságrendekkel magasabb fizetésért tud munkát vállalni mondjuk Nyugat-Európában. Éppen ezért a feladat kettős. Az egyik az, hogy haza kell húznunk a fiataljainkat, ennek egy része nyilván az, hogy jelentős béremelési programokat hajtunk végre, ezt más területeken már sokszor részletesen kifejtették, most ebben nem mennék bele részletesebben. A másik pedig, hogy olyan politikai, közéleti és kulturális klímát valósítunk meg, ami az inspirációt, az együttműködést erősíti. Egyszerűen szólva, ha nem a folyamatos gyűlölködés kell az embernek hallania, nem ezt szívja be magában nap, mint nap, hanem ahol a jókedv, a perspektíva és a lehetőségek országaként tekint Magyarországra. Köszönöm szépen, én ezt szerettem volna elmondani, és ha van kérdésünk, bár ezzel kapcsolatban vagy más témában, akkor állunk a szívesen rendelkezésre. Most először ünnepélyes keretek közt tényleg, ezt aláírjuk. Tehát ott kezdted, hogy én fogom te aláírod. Akkor most jövök, és aláírjuk. Most megkérjük a srácokat, hogy segítsével az Nálam lesz kiszerv az irodában. Jó, akkor arra járnak, hogy a tanárok is a kamera.